Időközben véletlenül, hál' Istennek, előkerült 1925-ből Förster Kálmán számvevőkönyve, amiben mind az ő, mind a képviselőtestület javadalmazása fel van tüntetve. Ezt most mi megtaláltuk, majd a múzeumban lesz kiállítva üveglap mögé, de ezt rajtunk kívül most így a 95 éves Városhár nyilvánítás alkalmában először majd ti láthatjátok. Meglepetéssel készült a Városháza a Szabad Sajtó napján összehívott helyi médiumok képviselői számára. Az ünnepségen megjelent újságírók láthatták elsőként ezt a bérjegyzéket, amely a Salgótarján Városhár nyilvánítását követő napon született, és amely a városi testület tagjainak juttatásait rögzíti. A dokumentumot nagy vonalakban először Fekete Zsolt polgármester mutatta be. Oldalszám szerint felsorolva polgármester után a képviselőtestület kihanyadik oldalon és milyen állásra. Itt például az első lapon természetesen dr. Förster Kálmán polgármester. Az első oldal bejegyzése 1922. január 28-ai keltezésű. A rövid bemutató után a polgármesterrel együtt az újságírók is nagy érdeklődéssel silabizálták a bejegyzéseket. Itt az időpont 1922. január 28. Uh-huh. Városi tanács 23-as határozatában, a határozat értelmében, megyei királyi kormány által az állami tisztviselők részére mindenkor megállapítandó fizetés és lakbér fizetendő. A rendelkezett fasziós költség, a családi költség. Igen. És javítva van a hónap, az első hótól indít. A napokban megtalált bérjegyzék tartalmaz minden juttatást és levonást, kezdetben koronában rögzítve, majd 1924-től pengőben számolva. Az első oldalon az 1925-ös keltezésű hitelesítési bejegyzés pedig magától Förster Kálmántól, a város első polgármesterétől származik. A 299 oldalas dokumentumot a bemutatás után tehát átadják a Dornyai Béla Múzeumnak, ahol hamarosan a látogatók is megtekinthetik a kormű megnevezéssel illetményszámfejtőkönyvet.